A film azzal kezdődik, hogy Leonardo DiCaprio a Titanic katasztrófája után 13 évvel végre partot ér. Ott néhány fegyveres elviszi egy pasashoz, aki úgy fest, mintha egy űrlény emberből túlzott volna magára. Így már jobb? Amíg megemésztjük a látottakat, hasítsunk bele az epizódba. Let's roll! Ezután visszaugrunk az időben, ahol Leo, akit egyébként Cobb-nak hívnak, arról győzködi az öreg fiatalkori változatát, hogy álomközben el lehet lopni mások gondolatait. Hát akkor sokaknak ezért nincs egy épkézláb gondolata sem. M-szer A egyenlő M-szer G. Négyzet. Nem. Arisztotelész. Nem. Öt. Oh! Ezt követően kiderül, hogy már is egy álomban vagyunk, aminek segítségével a japán csókából, vagyis Saitóból szeretnének információt kiszedni. Ekkor megjelenik Cobb volt felesége, az álom pedig összeomlik. A brigád felébred, de Saito némi dulakodást követően rájön, hogy ez sem a valóság, mivel hiányzik a rászáradt hányásfolt a kedvenc szőnyegéről. Vagyis a csapat a második lehetőségét is elbaltázta. Bánatában Leo megpörgeti a Dreidelt. Dreidel, pörgetjű, azt ahogy pörög, Dreidel, 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 biztos hűlög. Saitónak nagyon tetszett, hogy hőseink kétszer is elbukták ugyanazt a küldetést, ezért munkát kínál nekik. Hát biztos munkaerőhiány van álombehatolókból. Freddy Krüger meg már visszavonult. Figyelj, nagypászban vagyunk, segítened kell! Több emberünk álomcsapdába esett. Megmondtam már régen, én leálltam ezzel. Szükségünk van rád. Mint amikor ki kellett nyírnom azokat a tiniket a ruszkik miatt. A meló az lenne, hogy egy cég örökösének a fejébe elültessék annak gondolatát, hogy felossza az újonnan szerzett birodalmat. Cobb neki is lát a meló megszervezésének, én pedig megragadnám az alkalmat, hogy közöljem, hogy az eredet című film bemutatóját Kocsis Martin aranyszintű Patreon szponzorom kérte tőlem, akinek ezúton köszönöm a kitartó támogatást. Na de vissza az epizódhoz. Cobb ezután elkezdi összerakni az álomcsapatot. Első lépésként szerez egy építészt, aki az álombéli tereket fogja kitalálni. Megkéri, hogy rajzoljon neki egy útvesztőt, de az nem sikerül túl jól, ezért Cobb felrobbantja a várost. Az igen. Ezután megbeszélik, hogy az álomban sokkal lassabban telik az idő, és a fizika törvényei sem léteznek. Vagyis ez a tükördimenzió a Doctor Strange-ből. Cobb azt is elmeséli, hogy míg a teret az építész tervezi, addig a benne lévő emberek azok az álom alanyának, vagyis jelen esetben az ő tudatalattiának kivetülései. És amint a projekcióknak gyanús lesz, hogy valaki beletrollkodik az álomba, agresszívvá válnak. Mint ez a nő. Hát én ettől az arctól beszarnék. De kiderül, hogy itt sokkal inkább Cobb volt feleségétől kell tartani, aki kinyírja a kis csajt. Persze a valóságban nem hal meg, csak felébred. Ekkor Arthur elmondja neki, hogy szüksége lesz egy totemre, ami egyedi és csak ő ismeri. Arról majd mindig meg fogja tudni állapítani, hogy a valóságban van-e. Pedig a valóságban nincs is-e. A következő csapattag egy hamisító lesz, aki nem más, mint a jól fésült Venom. A hamisító szerez egy vegyészt is, mert hogy kemény nyugtatókat kell majd beléjük fecskendezni, mivel most háromszintű álmot kell létrehozniuk. Ezután ránéznek egy kicsit a célpontra, akinek a fülébe kell ültetni a bogarat. Kiderül, hogy az apja, akitől a céget örökli, beteg, ráadásul nagy seggfej. A fickó emiatt jobban kedveli a keresztapját, így a hamisító az ő alakját fogja felölteni. Kezd összeállni a terv, de az, hogy pontosan milyen gondolatot ültessenek be, még igényel némi specifikálást. Speci mit? Fikálást. A csapat megbeszéli, hogy csak érzelmi alapú gondolatot lehet elhelyezni az alanyban. Ezért ahelyett, hogy darabolja fel a cégbirodalmat, inkább azt plantálják bele, hogy legyen önálló és ne akarjon az apja nyomdokaiba lépni. Ezután egy repülőút alkalmával bele is csapnak a lecsóba. És már jön is az első álomszint. Az első álomszint.
Az első szinten egy hangulatos nyári záporáztatta városban vagyunk, ahol hőseink elrabolják célpontjukat, vagyis Robertet. Majd elbassza őket egy vonat, és egy osztagnyi rosszarcú is megsorozza őket. Saitót eltalálták, és amíg a lőtsebe miatt haldoklik, a többiek rájönnek, hogy Robert agya fel lett készítve az álombéli támadókra, ezért olyan heves az ellenállás. Yusuf a vegyész pedig közli, hogy ha meghalnak, a nyugtató miatt nem ébrednek fel, hanem a tudatalattiuk legmélyére süllyednek, ahol több évtizedet kell eltölteniük. Később amúgy kiderül, hogy ott elég kinyírniuk magukat, és egyből visszakerülnek a valóságba. Szóval nem annyira para. A hamisító addig felölti a keresztfater gúnyáját, és azt mondja Robertnek, hogy a haldokló apja készített egy új végrendeletet, amivel feldarabolhatja a céget, ha úgy dönt, hogy nem kell neki az örökség. Cobb és az építészlány megdumálják, hogy a vonat az igazából Cobb felesége volt, akivel 50 évet töltött a tudatalattiukban. Miután felébredtek, a nő nem hitte el, hogy a valóságban vannak, ezért öngyilkos lett. Ezután a kedves történet után autóba vágják magukat, és indul a második álom. Második álom szint. Ahol Rob egy furafejű nővel beszélget. Majd Cobb közli vele, hogy egy álomban van, mert ezzel próbálja rávenni az együttműködésre. Ezután beadják neki, hogy az elrablása mögött a keresztapja áll, mert ő akarja megszerezni azt a bizonyos végrendeletet. Hősünk ekkor azt javasolja, hogy lépjenek be keresztapu fejébe, és tudják meg, hogy mit titkol még. Így juttatják el Robit a harmadik álom szintre. Ez az álom, vagy az álom, béli álom? Azt hiszem, ez egy álom a Matrixban, egy álmon belül! Akkor jó, lőjetek tovább! Mi a picsa? A harmadik álom szint. A harmadik szint egy szibériai támaszpont, ahol demogorgonokat őriznek. Persze itt is megjelenik Cobb halott barinője, aki lelövi Robertet. De semmi baj, mert az építész csaj kitalálja, hogy menjenek le a legalsó szintre, ahová Robi a nyugtató miatt süllyedt. Hát, ha így még ki tudják vakarni a g***ből a küldetést. Kivakarlak a g***ből, ugye? Idehozlak, akkor fűt fát ígérsz, igaz? A negyedik szint. A negyedik pálya az félig Last of Us, félig Fallout, megspékelve némi majmok bolygójával. Amíg hőseink Cobb feleségének kivetülését keresik, a fickó elmondja, hogy a gondolatot, hogy a világ nem is valódi, ő ültette az asszonyba. Mivel ezzel akarta rávenni, hogy hagyják ott a tudatalattiukat. A problém csak az volt, hogy ez a gondolat a valóságra is kihatott. Az építészlány már igencsak unja a romantikázást, ezért kinyírja Robit, aki valamiért az erkélyen hesszelt. Mikor becsapódna a földbe, felébred a harmadik szinten. Robert bekukkant az erőd széfjébe, ahol a faterját találja. Az elmondja, hogy csalódott benne, amiért megpróbál olyan lenni, mint ő. És ehelyett jobban szeretné, ha a saját útját járná. Ekkor egy összehangolt lökés hullám minden szinten szinte mindenkit felébreszt. Már csak Saitót kell kihúzni a susnyásból, vagyis visszaugrunk a film elejére. Miután Cobb és a japó is kinyírják magukat, felébrednek. Saito valamiért elhiszi a csapatnak, hogy sikerült a küldetés, pedig a cég felosztása az majd csak hónapok múlva fog megtörténni. Minden esetre Cobb hazamehet a gyerekeihez, akiket azért nem láthatott, mert hogy őt gyanúsították a felesége megölésével. A totem meg csak pörög, így nem tudjuk biztosan, hogy a valóságban vagyunk-e. Amire Yoda mester azt mondja, hogy... Persze, hogy mindez a fejedben történik, Harry. De attól még lehet valóságos. Mi van?